Amikor az Osan körforgalmaknál jártunk, és bemutattuk a helyszínt, és elmondtuk, hogy a fejlesztés, ami az Osan körforgalomnál megvalósul majd, nem a végleges megoldás, hiszen lesz egy átkötő út a nyugati elkerülő és az M7-es autópálya között, amely Székesfehérvár 4. autópálya le- és felhajtója lesz. Most ezt szeretnénk megmutatni, mivel sokan kérdezték, hogy hogyan kell ezt elképzelni. A nyugati elkerülő út mielőtt elérkezne az Osan körforgalmakhoz, beérne az ipari területre, elkanyarodik majd délre, és az M7-es autópályát elérve egy csomóponttal csatlakozik az autópályához, ami azt jelenti, hogy a Balaton vagy a Budapest felől érkezőknek nem kell a városon az Osan körforgalmukon áthajtani, hogyha a 8-as utat és a 81-es utat szeretnék majd elérni. Ennek az útnak az építésének az előkészítése zajlik, készülnek a megvalósíthatósági tanulmányok, tehát pontos nyomvonalat most nem tudtunk mutatni, csak szeretnénk érzékeltetni, hogy körülbelül hol csatlakozik majd a nyugati elkerülő útból induló út az M7-es autópályához.